A tájfutás mindenkinek horvát-magyar együttműködés célja, hogy feltérképezzék a tájfutó rendezvények szervezése területén a képzési igényeket, javaslatokat tegyenek a módszerek optimális összehangolására és mindezek tesztelésére. Ezt követik majd a kísérleti akciók, aztán az eredmények értékelése és megosztása. A projekt fő célcsoportját azok az önkéntesek jelentik, akik bevonhatók a tájfutó rendezvények lebonyolításába, azaz jellemzően a felnőtt és szenior sportolók, versenybírók. A projekt egy évig tart, és az Erasmus Plus program finanszírozza. Az a különlegessége számunkra, hogy ezt nem is mint sport projektet terveztük és indítottuk el, hanem mint felnőtt oktatási kezdeményezést, ugyanis a tájékozódási futásban az eseményeket, a versenyeket önkéntesek szervezik, tehát nem nagyon van úgy professzionális, hogy fizetett alkalmazottként tájfutóversenyt szervező rendező. A Pécsi és a Varasdi Tájfutóklub együttműködése hosszú évek óta tart, így a Tájfutás mindenkinek elnevezésű projektre is közösen jelentkeztek. Készen vagyunk mindenben segíteni. Részt venni abban, hogy meghatározzuk, mire lesz szükség egy verseny szervezésénél, milyen felszerelések kellenek, hogyan kell egy tájfutó eseményt lebonyolítani, és milyen tananyagot kell elsajátítani. A jelen tájfutóklub három tagja is csatlakozott a projekthez, akik három nap alatt két felkészítő versenyen és több kapcsolódó workshopon és terepgyakorlaton vettek részt. Térképrajzolást fogunk gyakorolni, szervezési feladatokat teljesítünk, futunk az erdőben. Itt a csapatmunkán van a hangsúly, és remélem a mi tagjaink is új ismereteket szereznek majd. A workshopok novemberben zajlottak a Pécstől északkeletre fekvő Pusztabánya térségében, melyen horvát és magyar egyesületekből összesen 50 tájfutó vett részt.